Szeptember 5-én kezdődik a szorgalmi időszak az egyetemen. Ahogy a legtöbb egyetem városban, így Miskolcon is gazdára talált már az albérletek többsége. Ugyanakkor nem kell pánikba esniük azoknak a hallgatóknak sem, akik lecsúsztak a jó ajánlatokról. Demeter Tibor ingatlan szakértő szerint még vannak kiadó lakások a piacon, mindössze kevesebb lehetőség közül lehet válogatni. Esetleg elhelyezkedés és felszereltség tekintetében kell kompromisszumot kötniük a diákoknak. Az avasi lakótelep Miskolcon. Idén is ez a városrész volt az egyik legnépszerűbb az albérletet kereső egyetemisták körében. Lassan kezdődik a szorgalmi időszak, és a legtöbb kiadó lakás már gazdára is talált. Ez egy avasi másfélszobás albérlet. Látható a képeken, hogy egy egészen jól felszereltett bútorzattal, nappalib a kanapéval, a kis szobával is bútorzattal, tűzhely, mosogató, tehát igazából azonnal költözhető albérletről beszélünk, erkélyen, az 90 ezer forintért kínálja a tulajdonos. Demeter Tibor mutatja, milyen albérletek maradtak a piacon. A felvételi ponthatárok kihirdetése után a diákok szinte azonnal neki láttak kiadó lakást keresni. Az ingatlan szakértő szerint azonban nem kell pánikba esniük azoknak az egyetemistáknak, akik még nem találtak megfelelő lakást a tanévre. Mindig vannak új belépők, új kiadó tulajdonosok az albérlet piacon. Nagyon az árak sem szaladtak el, tehát nem arra kell számítani, hogyha mondjuk a múlt héten, ami 80 ezer volt, az most 100 ezer, az ár az nagyjából stagnál, inkább csak a választék csökkent, és lehet, hogy nem annyira jó lokációban, vagy nem olyan jó állapotban, vagy nem annyira felszerelt albérletet fog tudni találni, tehát kell kompromisszumot kötni az egyetemistának. Miskolcon a tavalyihoz képest valamivel drágábbak lettek az albérletárak. Nagyjából 80-90 ezer forinttól indulnak a kisebb másfélszobás lakások. Az árak azonban változnak a felszereltségtől, állapottól és az elhelyezkedéstől is. Már megjelentek egyébként a három havi kauciók is. Az ingatlan szakértő szerint eddig nem volt jellemző, de a tulajdonosok egyre inkább a biztonságra törekszenek, ezért a megszokott két havi kaució helyett egyesek már három havit kérnek el a beköltözés előtt. Demeter Tibor azt is kiemelte, hogy a diákoknak valamivel drágábban adják ki az albérletet, ugyanis ők csak 10 hónapra bérlik a lakást, viszont a nyári szünetre maximum a rezsijárát és egy rendelkezésre állási díjat kérnek el tőlük.